Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit, június 5-én pénteken 19 óra 45 perckor. Mai adásunkban először nézzenek meg egy beszélgetést Lévai Ferenccel, az Aranypont ZRT elnök vezérigazgatójával, akivel arról váltottunk szót, hogy életben maradtak a halgazdaságok a koronavírus járvány idején, illetve felhívja a figyelmet arra is, hogy a jövőben sokkal nagyobb törődést igényel a vízgazdálkodás. Tisztelettel köszöntöm Lévai Ferencet, az Aranypont ZRT elnök vezérigazgatóját. Nagyon-nagyon fontos időszak volt ez. A koronavírus járványa a hallgazdaságokat is alaposan megviselte. Erről kell, hogy beszéljünk, hiszen talán helyreáll az élet rövidesen, ugyanakkor mennyire sikerül helyreállítani a hallgazdaságok általában megszokott életét. Kezdjük azzal, hogy miként viselte meg egy ilyen hallgazdaságot, mint az Aranypont, vagy általában a hallgazdaságokat a koronavírus járvány. Az ágazat két részre osztható, az egyik fele a klasszikus tőgazdasági termelés, aminek két csúcsa van az értékesítést illetően, az őszi lehalászat utáni exportok, amik általában karácsony szolgálják, és a tavaszi húsvét körüli nagy kiszállítások, amik át ortodox, például a románoknál az ortodox húsvét ilyen, meg egyáltalán a kinyitása a horgásztavat, tehát amikor az életek kicsit beindul, tehát ez az egyik ágazat a tőgazdasági ágazat, a másik ágazat pedig az intenzív halnevelés, ami egyre jelentősebb Magyarországon, ez alapvetően afrikai halcsát jelent, benne már némi süllő, tokhal, pisztánk, és hát egy kis pisztánk sügér is már. Tehát van egy ágazat, amelyik a vendéglátóipara épít. Tehát amíg a tógazdasági ágazat alapvetően az exportra és a horgásztavakra, addig a másik ágazatunk, az intenzív termelés az alapvetően a vendéglátóipara, a turizmusra épít, illetve hát a belföldi turizmusra nyilvánvalóan, mert azt is két fel lehetne választani. Hát az a vírus, mint ahogy mindent kettévágott nálunk is, egy pillanat alatt állt meg a teljes vendéglátóipari forgalom, ami azért a figyelembe veszük, hogy csak Budapesten van vagy 3500 étterem, amelyik hallal is foglalkozik, hát óriási csapás volt, megállt az élet egy pillanat alatt, hiszen a piacok lefagytak. Lefagyott az export, a lezáruló határok miatt, lefagyott a pánik miatt, a kijárási tilalmak miatt, ami teljesen érthető is. Azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon nagy szerencsénk volt, most nyugodtan elmondhatjuk azt, hogy jó volt a lobby tevékenység a MAHA-nak, tehát a mi érdekvédelmi szervezetünknek, és mindenki mellénk állt. Az Agrárkamara, az Agrárminisztérium, és még a pénzügyminisztérium felé sikerült elhitetnünk azt, ami egyébként tény is, hogy az állam jó jár azzal, ha megveszi a mostani halunkat, hiszen vissza fog térülni az a pénz, amit ráfordítottak. Le is vezetném, hogy hogyan. Az állami vizek, amelyek a MOHOSZ kezelésében vannak, a Horgászszövetség kezelésében, az állami vizeken, a hal az állam tulajdona. Mintegy 1200 tonnányi halunk maradt bent az ágazatba. Ennek a kihelyezése egy, azt mondom, hogy egy nyilvánvalóan nem piaci áron történt, hiszen mintegy 100 forint alatta voltunk a 650 forintjával a piaci árnak, ha benne van a szállítás, és jó, ha kijöttünk 600-ra, de minden jobb, mint hogy ez a halkészlet tönkre menjen, hiszen élő árulról beszélünk, aminek van még 3 hete, 1 hónapja, másfél, melegszik az idő, és az vagy elpusztul, vagy nem tudunk vele mit csinálni, ha visszahelyezzük a tavakba, akkor a klasszikus rendje a tógazdálkodásnak 1 éves, 2 éves, 3 éves teljesen fölborul, és összekuszálódik a rendszer. Szerencsénk volt azzal, hogy mindenki elfogadta az érveinket, mármint hogy a horgász turizmus az egyetlen, amelyik nem feküdt le, durva magyar szóval fogalmazva, hiszen azt senki nem vitatta el, hogy a horgászat nem tömegsport, nem tömegesen járnak, nem tömegközlekedésen járnak, vagy nem bandázó sport, oda mindenki maga ül le a maga horgász helyére, a horgásztavakba, vagy a horgászvizek partjára, ami jó is, mert szelepként működött egy kicsit a rendszer, mindenki vitte a családtagját, aki egyébként is együtt volt. Magyarul nem léptük át a járvány miatti korlátozásokat, hanem azon belül magad egy egészséges és jó sportot kínáltunk, ott pedig a megnövekedett halmennyiség hatalmas eredményt generált, hirtelen 30%-kal több horgász lett, még egyszer mondom, mindenkinek jó lett. Az állam pedig a horgász turizmus bevételeiből, adójából, áfájából, a horgászikkel kereskedelmiből milliárdosra tehető, bőségesen vissza fogja hozni azt a 800 milliót, amit ránk szánt. Az ágazat megszabadult, a tógazdasági ágazati része megszabadult a pluszterhektől, és hát ugye azt kell mondjam, hogy kétszer ad, aki gyorsan ad. Mi gyorsan kaptunk, nagyon flottú, és a Magyarországos Horgász Szövetséget, a MOHOSZ-t újra meg kell dicsérjem, katonás fegyelemmel 427 helyre lepakoltuk ezt a 1200 tonna halat, úgyhogy állategészségügy, kíséret, ellenőrzés és a helyiek bemozdítása és fogadókészsége is benne volt. Hatalmas munka volt, tényleg azt mondom, hogy köszönet érte, és tisztelet a milyen sebességgel megcsinálták.
lezajlott az esemény. A másik ágazatunk egy kicsit még a krízis közepén van, hiszen neki másfél hónapnyi termelése ott áll, raktárba, áruba, lecsomagolva, lefagyasztva. Annyi jó benne, hogy tárolni lehet. Nyilván megtettük a lépéseket, hogy az élelmiszeripar többi ágazathoz hasonlóan itt is táglási támogatással, kiegészítéssel, munkabér támogatással enyhítsék azt a veszteséget, amit ez az ágazat kénytelen elviselni. Elkövetkezett a következő hét, most itt vagyunk, hála jó Istennek, mindenki nyitott egy pillanat alatt, a hazai turizmus, a hazai vendéglátóhelyek ugye pillanatok alatt kinyitottak, és hát azt kell mondjam, hogy hála Istennek a hal népszerűsége nem csökkent, beindult minden, és én nagyon remélem, hogy hát a látva lévő fél évünk is úgy megy el, mint a, úgy megy el, ahogy most elindultunk a turizmussal, akkor talán be tudjuk hozni. Egy biztos, a halászati ágazat, köszöni szépen, ezzel a gyors kommunikáció segítséggel kikerültünk abból a örvényből, ami lehúzta volna az ágazatot, ennek két nagy baja lett volna. Egy dinamikus fejlődésnek a közepén vagyunk, a beruházások, korszerűsítések, megújulások, halfeldolgozók, szállítási korszerűsítések, gépesítések jól haladnak. A mezőgazdaságban soha nem történik 5 perc alatt sem. Itt minden lassabban megy egy kicsivel, de ha megakad a folyamat, akkor sokat vesztünk időbe, nem akad meg, és ennek csak örülhetünk. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az év egy konszolidált év lett, nem emeltünk a halárakon. Tehát a tavaly ilyenkori haláraknál vagyunk, most lesz egy kis hiátus a piacon majd biztos, hiszen a horgászok a megnövekedett kereset miatt talán majd többet fognak keresni. Reméljük, hogy a vendéglátóipar is behozza a lemagadását, és akkor lesz egy olyan konszolidált évünk, amit nagyobb veszteségek nélkül meg tudunk úszni. Amiről még szó lehetne, ami nagy fájdalmunk, hogy dacára annak, hogy a legtöbb állatot mi tartjuk el, a legtöbb védett madár, a legtöbb védett állat, a halastavak is a vizes élőhelyek környékén van, és annak ellenére, hogy az ágazat mintegy 60-62%-a Natura 2000-es terület, egyetlen terület, ami nem kap semmiféle támogatást a Naturából, az mi vagyunk. Kap az erdő, kap a mező, kap, mindenki kap, aki Naturába került, csak a halászat nem. Most hát azért lobbizunk, hogy ezt is ki tudjuk harcolni, hogy ne hátrányosan különböztessenek meg bennünket, pont fordítva előnyösen kellene, hiszen a legtöbb táplálékbázist, fészkelő és búvóhelyet a halastavak környéke és az ott folyó termelés biztosítja a Natura 2000 által védett jelölő fajoknak. Nagyon fontos kérdés ugyanakkor az asszály megviselte nyilván a halászati ágazatot is, illetve a madarakat miként sikerül kordában tartani, hiszen ez is örök probléma. Hát ez nagy gond. Ugye a halászatban ismeretlen fogalmak, és én nagyon örültem a mostani kríziskezelésnek, mert ismeretlen fogalom volt az aszály, de ismeretlen az árvíz, ismeretlen a fagy, nálunk soha semmiért nem járt semmi, hiszen a hal nem olyan látványos, mint egy lefagyott balacfa, vagy egy éppen döglődő tehén, vagy egy felszámolásra ítélt baromfi park, ezért aztán mindig a szélére sodródtunk, most szerencsére van egy olyan lobbierőnk, hogy úgy gondolom, hogy el tudjuk azt érni, nem többet, csak annyit, mint bármelyik másik állat, vagy bármelyik másik terület, amelyik szenved az időjárástól, hiszen az időjárás az mindig vele járója az ágazatnak. Az asszály sajnos a Dunántúlt viseli meg nagyon. A tiszántúli nagy főművek, nyugati-keleti csatorna, a nagy területi költöltéses tavak vízellátása jónak mondható. Azok legalábbis nem szenvednek tőle számottevően, ott még van elegendő víz áll rendelkezésre. Ez addig így lesz, amíg az öntődés intenzíven be nem indul, akkor biztos lesz majd egy kis civakodás egyes alágazati központok ellátása között, de hát reméljük, hogy azt is megúsztuk. A Dunántúl bajban van. A dunántúli asszály nagyon-nagyon erős, tegnap is lent voltam a volt Bikari állami gazdaság területének egy részén, ott Pécs alatt, Pécsvárad alatt, Zengő környékén, hát katasztrofális, egyharmadán nincs víz. Egyharmadán nincs víz, és nálunk az asszály két nagy problémát jelent. Egyik az, hogy kiesik a termelésből a terület, a másik az, hogy a kis vízbe, a negyede vízborításba, abba iszonyatos erővel föltör a vízi növényzet. És sajnos ezek a leapadó, apró, kicsi vizek gázolható a vadmadarak számára, és azok a kócsagú, gémek, fekete gólyák, elképesztő mennyiségű fekete gólya van, nálunk itt tanyázik most már két hónapja 16 darab fekete gólya. Sose láttam ennyit még egy kupacon, pláne úgy nem, hogy hónapok óta itt vannak, csak az őszi vándorlások során szoktak egyébként előkerülni. A vízimadár populáció nagyon jó van, köszöni szépen, jól érzi magát, fészkelések jók voltak, illetve jók is, mert még tartanak, rengeteg van belőlük, és hát bizony nagy pusztítás hat végeznek.
Most a kormorán éppen eltűnt, tehát most az ő kártétele nem jellemző, most a gázlómadar, aki a kisvízbe sajnos számottevő, hát én nagyon remélem, hogy valamikor megjön az a medáldi időszak, aminek itt kéne lennie, a májusi csapadék csak nyomokba mutatkozott meg, legalábbis a Dunántúlnak ezen a részén nem kaptunk igazán csapadékot. Itt sajnos egy komoly termés kiesésekkel számolunk abban az esetben, ha a Dunántúl nem kap olyan számottevő csapadékot, ami egy hónapon belül feltölteni a vizeket. A májusi plankton már így is kiesett, hát az a természetes hozam, ami a gazdának a zsebébe ingyen csörgeti a pénzt, az már elmúlt, hiszen nyilvánvalóan, ha ez a hidegfrontos időjárás elmúlik, utána majd egy rekesztő hőség lesz, amelyik nem úgy segíten rajtunk, hanem még tovább párolgatja a vizeinket. Nagyon-nagyon nagy súlyt kell fektetni a vízgazdálkodásra, egyre inkább központi kérdés lesz, és én látom is a szándékot, hiszen öntözésre elképesztő pénzmennyiséget tett félre a kormányzat, és próbálja ösztönözni. Nagyon nehezen megy át. Erőltetetten, és ha kell, akkor még nagyobb kedvezményekkel, de a Magyarországon belüli vízvisszatartást minden áron preferálni kell. El fogunk száradni, ki fogunk szikkadni. Én ezelőtt 25 évvel olvastam a Római Klub jelentését először, amikor komolyabban úgy gondoltam, hogy hát igen, változott az idő, hosszabbak az őszök, most ott tartunk, hogy szinte már nincs is tél, van egy nagyon lehűlős periódikus időszak, és nincs közel se annyi csapadék, mint amennyi volt. És ha jön, akkor is lezúdul, lerohan, akkor visz mindent, kukoricát, bokrot, termőtalajt, tölti fel a völgyzárdogát, a stavakat. Tehát nagyon meg kell fontolnunk, hogy mit csináljunk a vízgazdálkodással. Többet kell fordítanunk a vízelvezető árkokra, vissza kell tartanunk, ahol csak lehet a vizet, akár az árok rendszerekbe is. Én a talajművelésben nyilván nem nyilatkozom, de azt látom és érzékelem, hogy nagyon nagy gondot fordítanak arra, különösen a gödöllőiek, hogy a talajba tárolható vízmennyiséget kószerű agrotechnikával tartsák meg, és mindent el kell követni, hogy ahol csak lehet. Létesítsünk víztározókat, létesítsünk halastavakat, csináljunk vizes élettereket, mert a következő időszak legnagyobb problémája az az elviselhetetlenségi fokozódó asszály lesz, amit nagyon-nagyon enyhít még az is, ha párolgunk. Ha csak párolgunk másfél-két centit naponta azzal, hogy megfogjuk a szálló. Hihetetlen, hogy Magyarországon mekkora probléma a szállópor. Sose gondoltam volna, tavaly előtt érzékeltem, hogy több városban a nyár kellős közepén is szállópor koncentráció veszélyes értéket ér. Mi a vállat van? És akkor kérdeztem klimatológusokat, és mondták, hogy igen, nem mértük eddig igazándiból, de Magyarországon a szállópor mennyisége olyan, hogy komoly veszélyt jelent a légzőszervekre, és most ugye a vírus kapcsán is az derül ki, hogy a legéppebb, legkönnyebben támadható részünk pont a légzőkészülékünk, a tüdőnk, hát ennek a por aztán végképp nem tesz jót. Minden elpárolgott milliméternyi csapadék, ami a halastavakról, a Balatonról, a Velencei tóról, Dunán párolog, az mind megköti a szállóport, és azzal, hogy a száraz és poros levegőt fölfrissíti, nekünk is segít, nem átétesen, nem közvetlenül. Hát én azt hiszem, hogy nem lehet eléggé hangsúlyozni annak a fontosságát, hogy Magyarország tartsa itt a vizeit. Sokkal több víz folyik ki tőlünk, kb. Egyharmada, mint amennyi Magyarországra érkezik. Nem a víz hiánya, a víz itt tartásának a lehetőségei azok, amik korlátozottak, és azt hiszem, a jövő problémája függetlenül a hallgazdálkodástól ez lesz. Folyik egy föltáró munka most, ahol pont azt nézik meg, hogy a halastavak ökoszisztéma szolgáltatásai mekkora értéket képviselnek a termelés mellett. Elképesztő számok jöttek ki, nem akarjuk elhinni. Lengyelországban kiderült, hogy egy halastóba termelt természeti érték, ami egyáltalán ott van, megóvható, párolog, altalajt, vizet pótol, és része annak az élhető természetnek, amire nagyon-nagyon nagy szükségünk van, mutatta a járvány is, az körülbelül 80%-a. Maga a termelés, ami zajlik a területen, ami értéket teremt a dolgozók számára, az még a 10%-ot se érje. Tehát sokkal fontosabb egy halastó rendszer az ökoszisztéma, az emberiség, a föld jövője szempontjából, mint az, hogy rajta milyen tevékenység folyik. Nyilván hal nélkül nem működnek ezek a rendszerek, hiszen ahhoz, hogy ezek a sekély vizek ne láposodjanak el, ne nője be a vízi növényzetüket, ne vegye vissza a nád és a hínára, arra azért van szükség a halra, hogy ezeket karbantartsa, értéket teremtve, akár turizmus, akár pedig a haltermelés által mindenki javát szolgálják. Ez az észszerű kompromisszum ki is alakult az elmúlt 100-150 évben, a halastavak a legértékesebb részei a magyarországi faunának és flórának. Én nagyon bízom abban, hogy a vízvisszatartási problémákkal ötvözve a mi ellátási problémáinkat, lásd most a tavaszi asszály, valamit tudunk majd tenni azért, hogy Magyarország élhetőbb legyen, és több vizet tudjon megtartani magának. Kártevőkről még nem beszéltünk. A madarak rendkívül sok problémát okoznak, miként tudnak védekezni?
Hát nagyon meg van kötve a kezünk. Ugye a legnagyobb kártétele a kormorán. A kormorán kártétele Magyarországon kb. 3-3500 tonnányi hal elpusztításával jár. Ez az a mennyiség, amit meg kell, hogy egyen ahhoz, hogy az állat életben maradjon. A legintenzívebben emésztő állatról beszélünk, olyan gyorsan emészt a gyomorsava, hogy a hal fejét már megemésztette, ami nem fért le a torkán, még az ideg mozog a farkába a halnak. Ha hozzá tud férni, akár másfél kilót is meg tud enni, de ugye erre számítások vannak, amiket nem mi csináltuk, a madártan intézet. Minimum fél kilogrammi hal az, ami kell egy állatnak ahhoz, hogy a fenntartáshoz, az életfent, a repüléshez, a mozgáshoz, hát amit egyébként úgy hívunk, hogy ennie kell, hogy életben maradjon, hát ezt a fél kiló tűzön vízen megszerzi, mert ha nem, egy hét éhezés után elpusztul, mert nincs mit csináljon. Hát ugye még elpusztult kormoránt éhezésben nem látunk, ellenben agresszív, támadó, minden létező módon az embert, az eszközöket kikerülő jószágot, igen, ez a fekete sereg akkora kárt csinál, majdnem, mint a teljes magyar horgászfogás, csak összehasonlításképpen mondom, a halászok valamikor 2500-3000 tonna halat fogtak ki a természetes vizekből, amikor még volt halászat, hát ennél ma már a kormorán többet pusztít el, tehát az ellene való védekezésnek, hála Istennek, már megvannak a játékszabályai, sikerült a minisztériumnál ezelőtt már 5 évvel elintéznünk azt, hogy lőszer támogatást kapjanak azok, akik a kormorán ellen védik a halállományt, hiszen a halállomány egy része csak a mélyen tógazdál ki, a többi az állami, és a Dunai-Tiszai kecsege állomány eltűnését, a süllő és a hengeres testű állomány teljes degradálódását okozó kormoránt ma már az állami halőrök is az állam pénzét ritkítják és gyérítik. Ezt nagyon fontosnak tartjuk. Remélem elérjük majd azt is, hogy a hazai fészektelepek intenzívebb korlátozását el tudnánk kérni. Néhány tiszamenti telep felszámolásával jelentősen javult a tiszató halellátása például, hiszen az ott lévő kormorán telepek olyan iszonyú pusztítást végeztek az ivadékba különösen, hogy meglátszott a tóhozamán. Tehát mi hisszük azt, hogy minden kell a természetbe természetesen, de nem szabad fölborulni, hagyni. És amikor egy ilyen agresszív, tengerhez szokott állat, csapatosan vadászó állat bekerül, akkor nem szeretnénk azt a jelenséget elérni, mint a sakállal, hogy ma már lenullázza az űrzállományt, ahol nem figyelnek oda rá. Okosan, csapatba vadászó, taktikussal működő hordák ellen, legyen a sakál vagy kormorán, nem tud védekezni a mai állatállomány, ahhoz kell az ember segítsége, ahogy annak idején is kellett, hogy ezeket karban tartsuk a közjó és a saját termelésünk érdekében. Összességében milyen a jövőképe a magyar hallgazdaságoknak, illetve a környező országokban, hiszen mindenki voltak éppen ugyanilyen problémákkal küzd meg? Azt kell mondjam, hogy jó. Az Európai Unió a teljes halfogyasztásának a 60%-át külföldről szerzi be, tehát ez egy jelentős importtétel. A másik pedig az, hogy folyamatosan emelkedik a haltermelés, folyamatosan emelkedik a halfogyasztás. Az unió szinte egyetlen olyan élelmiszere, ahol folyamatosan emelkedik, ellentétben például a húsfélékkel, ahol hektikussá vált, és ma már egy nagyon nagy réteg válogatva fogyaszt csak húsokat, és inkább eltolódott a fogyasztás, a növekedés legalábbis a vegán termékek irány. Tehát több növényi és több abból készült terméket fogyasztunk. Én nem hiszek a műhúsba, én azt gondolom, hogy egy amerikai jelenség lesz, és én nem gondolom, hogy Magyarországon vagy akár az Európai Unióban ennek óriási sikere lenne. Nem vagyunk tömegfogyasztók és hamburgerpártiak annyira, mint amennyire a műhúshoz kellene. Én abban hiszek, hogy a halászatnak a jövője, a minőségi, a feldolgozott termékeket kell. Tehát nekünk, most ha kritikus vagyok, akkor azt mondom, hogy nekünk az a jövőnk, hogy többet kell megpucolnunk, kifiléznünk, szeretbe áll. Egy jó példát mondok, Bagon csináltak egy termelői piacot, egy autós piacot. Zseniális ötlet volt, a Magyar Piac Szövetség csinálta, hatalmas tég, egy óriási ipari park valamikori területe, ami teljesen füves, elfér autó, ember, minden. Az első nap, amikor kimentünk, nem nagyon bíztunk benne, mert hát azért egy ilyen induló piacon állása, az idő sem volt annyira kedvező, hát csak néztünk, úgy vitték a halat. A második piaci napon, de ugye minden héten szombaton van, a második piaci napon azt tapasztaltuk, hogy valamit elnéztünk, egy óra alatt elfogyott az összes halunk, amit kivittünk, pedig nem kevéssel készültünk. Tehát
oda kell jutnunk, hogy el kell mennünk a fogyasztó felé, feldolgozott termékekkel, konyhakésszel. Ma már nem akarnak egy 2 kilós pontyot, a legtöbben 5 szelet halat kérnek, 2 kiló filét kérnek, egy halászlének valót, egy kis harcsát, a pisztánkból szeretnénk valamennyit. Tehát van egy igényes, válogatott fogyasztói réteg, ezt kell kiszolgálnunk, és ezért kell többet tennünk a halászatba azért, hogy feldolgozott termékeket állítsunk elő, csináljunk mozgó halbotokat, juttassuk el. Én a halászatnak a jövőjét látom, azt gondolom, hogy nyilván egy koronavírus járvány nem lehetett megoldani csak állami segítséggel, de ez a világon mindenütt így történt. Azon kívül viszont a halászatra nyugodt szívvel mondhatjuk, és erre büszkék vagyunk, hogy az egyetlen állattenyésztési ágazat, amelyiknek nemhogy nem csökkent a termelése 1990 óta, hanem ha kismértékű, de folyamatosan nő, a 90-es fogyasztásunkat megdupláztuk körülbelül, ami nem tűnik nagy számnak ennyi idő alatt, de én a tendenciákba hiszek, és abba, hogy a modern élet, az átalakuló világ egyre inkább azokat a minőségi élelmiszereket keresi, amelyek helyiek, aminek rövid a lábnyoma, amit nem kell a világ végéről hoznunk, ami nem a szennyezett tengerekből származik, és meg fogjuk becsülni azt a terméket, amiről tudjuk, hogy ki csinálta és hogyan. Ebbe az irányba kell elmennünk, feldolgozottság, magas minőség és a termelőkhöz való eljutás. Ez a 3 olyan dolog, amit úgy gondolok, hogy nem a termelése van a problémánk, ezeket kell nekünk egy kicsit jobban ráerősítenünk. Ebbe elkényelmesedtünk. Ehhez kellene egy kis szövetkezés, egy kis összefogás, egy jó piaci ellátottság. Ezt egy kicsit a magyar termelő sajnos mindig ilyen volt, csak kíváncsiságban 1900-as szőlőszéti újságot olvasok, ahol hatalmas pátosszal leírják a Tokaj hegy alján, hogy micsoda fantasztikus időjárás, micsoda gyönyörű aszusodás, micsoda csoda, és majd most jön a baj, most jön a retteget kereskedő, aki leúcsárol mindent, és ugye a napfény és az ember meg a jóisten csodálatos alkotását a bort majd ugye milyen pocsékú veszi meg. Miért nem adjátok el, ti teszi fel a szerző a kérdést? Mert mi ahhoz nem értünk instálom, mi termelni tudunk, és bort csinálni, eladni azt nem tudunk. Na hát ez sajnos adóta se sokat változott, a magyar termelőre jellemző, hogy nem igazán tudja eladni a portékáját. És ezt kéne megtanulnunk, hogy igen, minden kis pont, ahol termelnek, az arra is gondolja, hogy nem a termelésért vagy édes gyerekem, hanem azért, hogy abból a termékből áru legyen, pénz legyen. Az pedig csak úgy van, ha közvetlenül, vagy legalábbis amennyire csak lehet, közvetlenül a fogyasztóhoz tudunk eljutni. Én látom ennek a jeleit a kis helyi piacokkal, a törődéssel, a többi ágazat előrébb tart, rengeteg mézes, rengeteg kézműves terméket előállító kiskereskedőt látok mindenfelé, aki a saját áruját adja mámon. De egy kicsit ez nyugat-európai trend, és remélem elmegyünk a plázák felől ebbe az irányba. Az adásunk második felében Buzsik Attiláni a vendég, a bodakajtóri gazda arról számol be, hogy krízis helyzetbe kerültek a gyümölcstermesztők, az asszály és a fagykár, így együttesen óriási kárt okozott a Fejér megyei gyümölcsösökben is. Szinte minden gyümölcsfajból kisebb vagy nagyobb mennyiségű importra fog szorulni idén Magyarország köszönhetően a kemény fagyoknak és asszálynak, amelyek márciusban, áprilisban és májusban érték az ültetvényeket. Valószínűleg az idei gyümölcstermés egyike lesz az eddigi leggyengébb éveknek, ezért a hazai kínálat egyértelműen nagyon szűkös lesz. Sajnálatos módon kezdtük a fagyjal, több napot küzdöttünk füstöléssel, egyéb eszközökkel, amik a fagyvédelmét biztosítják, de sajnos a legutolsó nap a -7 foknál már mi személy szerint már nem tudtuk megvédeni, így ebbe a kertünkbe 100%-os fagykárunk van, úgy a kajszi barackra, mint az őszi barackra. De ez országos fagy volt, egyébként nagyon sok helyen sajnálatos módon így jártak a gazdák. Mi a teendő ilyenkor? Azt hiszem, hogy ezt a kárt elszenvedni az óriási veszteség. Hát óriási veszteség, ugyanis ez a kert, ahol itt állunk a bodakajtori kertnél, itt ez most a 10 év leforgása alatt 2-szer adott termést. Tehát 8 évben fagykárosok voltunk, szinte azt lehet mondani, hogy 100%-ban. Ez elgondolkodtatja a gazdát, mint ahogy minket is, hogy vajon érdemes-e tovább küzdeni, vagy valami mást kell ebbe a 10,5 hektárba raknunk.
kint voltak, felmérték a fagykárt, jött már róla a jegyzőkönyv, 100%-os fagykár van. Ugye azt tudni kell, hogy az a gazda, aki biztosítást köt a kertjére, ott kárpótolják, akár 100%-ba is, de ugye ez attól függ, hogy milyen árat állapítanak meg országosan, mert például tavaly előtt nagyon gyenge átlagárat, tehát most azt ha jól emlékszem, nem biztos, 125 forintos átlagárat állapítottak meg a kajszibarac kilójára, tehát azt, ha kiszámoljuk, akkor az szinte csak a szedési költségeket fedezni. Valamilyen enyhítés biztos, de én személy szerint nem sok. Ennek tükrében milyen árak várhatók, ahol maradt gyümölcs? Hát jelen pillanatban a budapesti nagybani piacon még import sárga barack van, tehát olasz, görög, marokkói, bárhonnét, ahol terembe hozzák. Jelen pillanatban én úgy tudom, hogy 800 és 1200 forint között megy kilója, aminek íze sincs, színese, hogy majd amikor oda kerül, hogy a magyar, szerintem egy hét múlva a magyar legelső érésű kajszibarackok megjelenhetnek már a nagybani piacon, hogy akkor mi lesz az ára. Jó lenne azért az a 5-600 forintos kilósára megmaradna. Tehát akkor azt mondjuk, hogy valamit, az a pár szem, ami rajta legalább a szedési költség visszajönne. Mert ugyan, mint látszik is, azért egy-egy szem a fa tetején elvétve maradt. Tehát most a gazda szeretne mindent megmenteni, ami még maradt neki, de hát ennek ugye a szedése az sokkal tovább tart, hogy keresgélni kell, hogy hol van egy-egy szem. Kajszín. Szezonja van az epernek, mi a helyzet ezzel? Hát az eper szezonról én, ami információm van, annyit tudok, folynak a szedmagadok az eperbe, a szabadföldi eperrel, ugye küzdöttek nagyon sokat a gazdák a hatalmas nagy asszály miatt, egyéb betegségek az enyhetél miatt, a vevők drágáják, nagyon-nagyon soknak találják az eperárat, de higgyék el, hogy a gazda nagyon sokat küzdött azért, és nagyon sok pénzében van, hogy egyáltalán megjelenjen a magyar eper az országba. 1000 forint körül járom, mozog én, amiket tudok, a szedmagados eper, és a pulton pedig 1200 forinttól 2500-ig. A meteorológusok nem vigasztalnak bennünket, azt mondják, hogy ez most már általános lesz a jövőben. Ennek tükrében mit hozhat a jövő egy gazdának? Hát igen, ezt otthon nagyon sokszor végig beszéljük, tehát itt ebbe a 17 és 10 hektáros kertbe azt gondoljuk, hogy lehet, hogy itt egy pár év múlva erdő lesz. A brutális terméskiesés miatt ráadásul biztos, hogy az elmúlt 5-10 évben megszokott árintervalló felső harmadában fognak majd mozogni az árak 2020-ban, tette hozzá a szakember, és valószínűleg szinte minden gyümölcsfajtából fogunk kisebb vagy nagyobb mennyiségű importra szorulni. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!